Tisztelt miniszter úr, köszönöm, hogy elvállalta a mai megnyitót, és mindenkit, aki megjelent, üdvözlök a Tudásközpont nevében. A Tudásközpont jelenleg a Golnuss Egyetemen dolgozik, gyakornokokkal együtt 80-an vagyunk, van egy pécsi irodánk, 2 főállásúval és 2 gyakornokkal, és most szerveződik a szegedi irodánk. A Tudásközpontnak egyik fő tevékenysége a tehetséggondozás. Az a lényege, hogy jöjjenek rá az egyetemi hallgatók arra, hogy miben tehetségesek. És hogy mindig azt szoktam kérdezni, hogy ő minek érzi magát, egy szervezőtípusnak, egy kutatótípusnak, és akkor különböző eseményeken keresztül, amiket ő magáinak van, rájön arra, hogy miben tehetséges. Teljesen új programunk a gimnáziumok számára készülő kommunikációs tréning és pályaválasztás és pályaorientációs tanácsadás. Itt tulajdonképpen az a vízió, hogy a középiskolákban nagyon hiányzik az, hogy milyen foglalkozások léteznek, hogyan kell egy munkahelyen dolgozni, egyáltalán milyen munkák léteznek, és ebben segítünk, és egyáltalán az, hogy ahhoz, hogy egy távoli cél egyszer megjelenik a munkaerőpiacon, hogyan fog elérni, milyen felsőoktatási intézménybe kell bekerülni, milyen nyelvi kompetenciákra van szükség. A Tudásközpontnak erős a nemzetközi műhelye, van 5 nemzetközi műhelyünk, EU, Atlantis, közép-európai, tehát KECT és V4, Ázsia, Afrika, illetve egy szakmai műhely, fenntartható fejlődés. Erős nálunk a könyvkiadás, jelenlegi évben 15 könyvünk jelenik meg, jövőre számításom szerint 20. Van egy folyamatos gyakornoki programunk, és a gyakornoki program mellett külföldieknek szánt többfajta gyakornoki programunk van. Jelenleg állás szerint dolgozik nálunk egy japán fiú, egy amerikai, egy cseh, egy lengyel és egy német. Innen több egyetem felé is nyitottak vagyunk, külföldi egyetemek felé, és például ez egy új kezdeményezésünk, hogy a japán egyetemi hallgatók nálunk tanulhatnak majd, akik Japánban tanulnak magyarul, azok nálunk tölthetik majd a gyakornoki programokat. Van egy Fulbright programunk is, már az első amerikai diák haza is ment, és várjuk kb. Augusztus végén a második diákot. Küldők és fogadók vagyunk, tehát ez is a jövő, hogy beépüljünk a különböző nagy angol száz egyetemekre. A Tudásközpont finanszírozása az a miniszterelnökségen keresztül folyik, ezen felül a minden egyes produktumhoz vagy projekthez, ha úgy tetszik, akkor pályázunk és cégektől próbálunk támogatást gyűjteni. Én nagy lehetőséget látok a mai fiatalságban, mindig sokat hallgatom őket, és szeretem az innovatív gondolkodásukat, és ez a nagy szellemek találkozása, amikor egy innovációs konferenciát kezdeményeztek, hogy ezt mi szervezzük, ez is idén fog ősszel megvalósulni. És hogyha én a korábbi irodámból kinéztem az ablakon, akkor mindig elnéztem a CED-et, és ezt, hogyha valakinek tetszik az ötlet, akkor adja tovább, hogy nekem ezt már egy olyan másfél éve megálmodtam, hogy a CED-ben egy angol nyelvű egyetemet kéne szervezni, mondjuk például Duna Egyetem néven. Tehát, hogyha nyugodtan el lehet lopni az ötletet, hogyha sikerül valakinek megszervezni, akkor én azt mondom, hogy hajrá, mert itt a Fordius Egyetem, itt a több üres épület van, és hogyha ezt össze lehetne kötni, egy kampusz lehetne a belvárosba szervezni. Tehát hajrá, tehát nyújják el az ötletet, azt szeretném, csak lássam, hogy egyszer itt ez az egyetem. Tehát a mai egyetemi hallgatók szerintem keresik a helyüket a világban, nem csak Magyarországon, hanem külföldön. Kinyílt a világ, gyökeresen más világ van, mint amiben mi felnőttünk. Nem olyan régen bejött hozzám egy hallgató, 5 felsőfokú nyelvvizsgával, sajnos nem hozzám jött végül is, és úgy jött hozzánk, hogy amerikai képviselő mellett dolgozott 8 hónapot. Ha mi elképzeljük a mi fiatalságunkat, soha nem gondoltuk, hogy egyszer Magyarországon egy olyan világ lesz, hogy amerikai képviselő mellett lehet dolgozni, amerikai egyetemre járni, és utána megpróbálni Magyarországon boldogulni. Ez egy különleges világ, és én nagyon remélem, hogy a Magyarország, és ezért foglalkozunk ezzel az országimással, hogy érdemes Magyarországon élni, érdemes itt dolgozni, és hogyha kint tanulnak, akkor érdemes utána a megtanultakat hazahozni és itt hasznosítani. Jó tanácskozást kívánok, és sok